egy reggel. Désiré azt mondta, fogózkodj meg kisé anyám. Patyol a cédulánk elveszett. Következésképpen oda lett az összes ruhánk. Itt állunk ruhátlan tehát. Désiré anyja szólt, maradt még azért egy lepedünk. Terítsed ezt most magadra. S amúgy lepedősen menj el és szerezzél ruhát. Nincsen más hátra, Désiré. Kísértetként futott át a városon, egyetlen szál lepedőben Désiré. Tócsák robbantak szét a lábai alatt, s mindez egy elkalódott cédula miatt. Az egyik saroknál Antoine ugrott eléje. Mi a nagy helyzet? Kérdezte. Désiré septében vázolta, mi a nagy helyzet. S onnantól kettesbe mentek. Illetve nem is, hogy mentek, de inkább rohantak. Futtukban tócsák robbantak. Antoine lihegett, de azért csak járt a szája. Futtában Désirét faggatta. Szerintem ez valami demonstráció. Te nem csak véletlen mutatod magad, mint lepedőbe bújt kísértet alak. Désiré megállt, és Antoine gyorsan leköpte. Mondta már, mi a nagy helyzet. Szemlátomást értett mindent Antoine. Egy köpés, ha lehet, még jobb demonstráció. Antoine s Désiré ezután tovább rohantak. Végül egy sarkon eltűntek. Ez eltűnés, a legeslegjobb demonstráció. Ah, ha, 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 ha.